Kisházi Gergelynek hívnak, Pagykanizsán élek, és 2 éve foglalkozom üveggravírozással. Ez 2 év alatt annyit fejlődött ez a gravírozás, hogy kiállítóként fogok szerepelni az első budapesti művészeti kortárs kiállításon. Ez egy karácsonyi vásár is lesz. Ez azért érdekes, mert nem csak Zalából, szerintem mondhatom, hogy Nyugat-Dunántúlról vagyok az egyedüli ember, aki mint kéziüveggravírozással foglalkozik és kiállításon szerepel. Igazából ez olyan technikán működik, vagy technikával működik, nem egy lézeres gép készíti el az üvegre a képet, hanem ez egy sablon alapján működik. Van egy fekete-fehér sablon, körberajzolom a kontúrt, és utána pedig jön a színezés és az árnyékolás. Ez nem egy egyszerű folyamat, ezért is kaptam helyet a kiállításon. Tehát annyira egyedi, hogy lézeres technikával készült képek, azt mondták a kiállítóknak, hogy köszönik, de abban nem látnak művészetet. Ez nagyon érdekes, Nagykanizsé nyomdába járok nyomtatni, nagyon segítőkészek, és ebben egy másik nyomdába is, hogy hát, hogyha ők tudnak többet nyújtani. Azt mondta az egyik dolgozó, hogy miért nyomtatok én fekete-fehér sablonokat, tehát én mit csinálok vele? Hát én üveggravírozok is, hogy ahhoz kell ez. És figyelj, mutatok valamit, berakott egy nem is tudom milyen képet a gépbe, és 3 perc alatt elővette az üveget, hogy tessék. Mondtam, hogy oké, de ebben mi a művészet? Tehát nagyon szívesen leviszem a gravírimet, és akkor csináljuk együtt meg, hogy mutasd meg, hogy ezt te hogy árnyékolod gép nélkül. Azt mondta, hogy ő nem is érti, hogy ezt kézzel, hogy hogyan készítem el. A Facebook oldalon van egy ilyen művészeti csoport, nem tudom, megemlíthetem-e, a Zsidákovics Mihály urat, nagyon jó festő, nagyon tetszenek a munkái. Az első kérdés az volt, hogy mivel festem ezt az üvegre. És mondta, hogy ezt nem festem, ezt gravírozom, és ő sem értette, és nagyon tetszett neki is. És ő azért, ő elismert festő, megismert ember itt Magyarországon.